kezd el inkább széthúzódni, megnyúlni. Május 20-án Zobnaticán mérhetik össze tudásukat a lovasok a vajdasági vágtán. Versenyzőnek jelentkezni még mindig lehet, egészen május 17-éig a szervezőknél. Az elsődleges jelentkezések szerint az idén is 20 és 25 közötti versenyző számra számítunk, ennyien jelentkeztek. Tehát úgy gondolom, hogy ezt 5 előfutamban fogjuk lebonyolítani, és az előfutamok győztesei fognak este 6 órakor versenyezni, megvívni egymással azért, hogy ki lesz az az első 3, akik Budapesten a Hősök terén szeptember 15-én és 16-án képviselni fogják a vajdaságot. Újdonság lesz idén a Szent László futam, 2017-et ugyanis Szent László emlékévnek nyilvánította a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság a lovak király trónra lépésének 940. szenti avatásának 825. évfordulója alkalmából. Ezen a versenyen az elődöntő második helyezettjei vehetnek részt. A Szent László futam győztese szintén részt vesz szeptemberben a Nemzeti Vágtán. A szervezők számára nagy öröm az, hogy ez a vágta elérte azt a célt, amellyel megálmodtuk annak idején 5 évvel ezelőtt. Tehát egy hagyomány teremtett vajdaságban, egy lovasport hagyományt erősít, amely benne él a vajdasági magyarokban, és egy közösségi eseménye nőtte ki magát, amely ebben a műfajban egyedülálló tömeget tud megmozgatni. A vajdasági vágtán és a Szent László futamon kívül idén is lesz kishuszár vágta, fogadhajtóverseny, illetve Zobnatica vágta is. Ez utóbbinak a győztese fogja képviselni Szerbiát a Nemzeti Vágtán. Újdonságnak számít még az úgynevezett szügyhám viselése is a versenyen, amelyet a lovasok biztonsága érdekében vezettek be. A szügyhám a nyerget segít helyén tartani, ezzel is még biztonságosabbá téve a lovassportot. A rendezvényt a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Lovas Show Kft. Szervezi. Rossz idő esetén május 21-én kerül megrendezésre a verseny. Az eseményen a látogatókat a futamok mellett színes programok is várják.